Sziasztok! Ma folytatom a Halo Combat Evolved Anniversary végigjátszásomat, és itt maradt abba, hogy megvolt a 9. küldetés, és most pedig jöhet a 10., ami egyben az utolsó is, aminek a neve The Maw. Visszaérkeztünk ugye az első küldetésre. Mármint ott végezzük, ugye, ahol kezdtük, nagyjából. És fel kell robbantani a gyűrűt, hogy megöljük a Floodot. Vagyis nem is azért, hogy a Floodot, hanem inkább azért, hogy ne lehessen használni a gyűrűt, ugye, ami elpusztítana minden élőlényt. 25 ezer fényéves körzetben nagyjából. Fényévnyi körzet, valami ilyesmi. Jól emlékszem, valami 25 ezer izével rendelkezik a ható sugara ennek a gyűrűnek. 25 ezer fényév. Azt hiszem. Ami elég sok, ha belegondolunk. Na végre van shotgun. Oké, ez egész jó volt. Azt hiszem van rakétájuk. Fenébe észrevett. Ó! Az majdnem elkapott. Kibír két lövést a pajzsa, az azért durva. Na jó, hogyha nagyon közel vagyok, akkor nem. Days and look what happens. This won't take long. There.
That should give us enough time to make it to a lifeboat and put some distance between ourselves and Halo before the detonation. I'm afraid that's out of the question, really. Oh, hell. Ridiculous! That you would imbue a warship's AI with such a wealth of knowledge? Weren't you worried it might be captured? Or destroyed? He's in my data arrays, a local tab. You can't imagine how exciting this is! To have a record of all of our lost time! Human history, is it? Fascinating. Will enjoy every moment of its categorization. To think that you will destroy this installation as well as this record. I am shocked. Almost too shocked for words. He stopped the self-destruct sequence. Why do you continue to fight us, Reclaimer? You cannot win. Give us the construct, and I will endeavor to make your death relatively painless. And at least I still have control over the comm channels. Where is he? I'm detecting taps throughout the ship. Sentinels, most likely. As for the monitor, he's in engineering. He must be trying to take the core offline. Even if I could get the countdown restarted, I don't know what to do. How much firepower would you need to crack one of the engine shields? Not much. A well-placed grenade, perhaps, but why... Okay, I'm coming with you. Chief, Sentinels! Oké, és mi már megyünk is innen el. De nagyokat sebeznek. Oké, fel kell robbantani ezt a hajót. Hű, hogy elrepült. Ez igen. Jól összegyűltünk. Van egy csomó fegyver, de mind üres. Wow! Ez jó, mert ráragadt. A fenébe!
taxation, 100,000 years of care on maintenance and diligence, 100,000 years protecting the galaxy's future, 100,000 years for fearing that our sacrifices, my sacrifice, was in vain. And 16 hours after I finally made contact! This so-called reclaimer decides to blow it all up. Oh, I am not pleased! Just as I finally discovered that our plan to save the galaxy succeeded, the ancient enemy is unleashed once more. Why these reclaimers refuse to follow protocol is quite mystifying. Destroy my expedition, will they? I shall renew efforts to make contact with the other rings immediately. This covenant may be useful to me. Although I don't think they fully understand what they claim to seek. Still, it makes no difference to me what they believe, as long as they do what must be done. I sound like her. Oh, but what I would not give to have even a single company of Prometheans here right now. Oh, they would most certainly restore order with their trademark lethality. Although, that would mean he would have to be here too. And without the librarian around to temper his rage, well, these reclaimers might almost prefer the blood. Oké, ha minden igaz, akkor nem tetszik ugye a kicsi robotnak az, hogy fel akarjuk robbantani a gyűrűt. Plusz egy kis spoiler, valójában a Halo 4-ben szereplő Didactről beszélt ugye a kicsi robotocska, hogy inkább, hogyha ő itt lenne, akkor valójában a Floodot jobban szeretnénk, mint Didactet. De ez mondjuk egy kicsit ilyen spoiler féleség. Mondjuk egész addig még a Halo 4 megjelenik, szerintem jó sok van hátra. De hát majd az is bekövetkezik. Meg ugye a Prometheus katonákról. Hát ugye, hogyha a Prometheusok katonák itt lennének, akkor ők ugye rendet raknának. Mert állítólag ők nagyon kemények. Állítólag. Uhú! Oké, az jó volt. Azt a durva, hogy hogy bírja a csávó. Jaj, ne. Itt folyamatosan spanolnak, ha minden igaz.
Vagy nem. Ahogy elnézem, mégsem. Haha, vagy mégis. Na jó, akkor inkább onnan megyek. Valójában ott, hogyha elmegyek onnan egy kicsit messzébb, akkor spanol néhány újabb egység. Amúgy itt van az armory és az engineer. Előbb az armoryba kéne menjek, vegyek lőszert, meg mindent. Meg rakétát. És néhányan láthatatlanok lettek. Ha? Ez az egy van? Oké. Okay. Azt hittem, hogy többen lesznek, de nem. Hát ezt nem hiszem el. No. Hát, igen. Nem volt rossz kezdésnek. Master Chief ugye 2 métert nem, vagyis 1 métert nem tud ugrani. Oké, okay, nem volt rossz. Good. Step one complete. We have a straight shot into the fusion reactor. We need a catalyst explosion to destabilize the magnetic containment field surrounding the fusion cells. Use an explosive. I recommend a grenade or rocket. If you run out of explosives, there is an armory station located near the engine room's entrance. Analyzing. Fusion reactor number one destabilizing. Use explosives on the other 3 reactors. Hát ez egy kicsit rossz volt, de oké. Jobban is mehetett volna. Azt hiszem 2 megvan.
Only one more fusion reactor to go. Várjunk, azt hiszem rossz helyen vagyok, nem? Nem, itt kell menni. Na bakker. Nem hiszem el, erre meg hátba lőttek. Ha? De... Keep it up. Only one more fusion reactor to go. Erre meg pont becsukódik. Hát ez nem igaz. Annyi az egész, hogyha itt nem nyomulok előre, akkor folyamatosan spawnolnak. Ja, hogy ez nyitva van, ó. Várjunk, be kéne csukódjon, ha minden igaz. Vagy nem? Ne nézz! That's it. The engine's gone critical. Based on the current rate of decay, we should have 15 minutes to get off the ship. We don't have much time. We should move outside and signal for evac. Accessing schematics. There's a service lift at the top of the engine. It leads to a class 7 service corridor that runs along the ship's dorsal structure. Hurry! Amúgy az itt lévő két elitnek, az egyiknek van egy nagyon szép lórja. Ha jól tudom, az egyik elitnek a lórja az, hogy az egész Halo sorozat alatt, mármint a Combat Evolved alatt folyamatosan vadászta Master Chief-et. És a lore is itt ért véget számára. Request immediate extraction.
distraction. Approach the crash site and be ready to pick us up at external access junction 4C as soon as you get my signal. Affirmative. Echo 419 going on station. Echo 419 to Cortana. Things are getting noisy down there. Everything okay? Negative, negative. We have a wildcat destabilization of the ship's fusion core. The engines must have sustained more damage than we thought. Analyzing. We have 5 minutes before the fusion drives detonate. We need to evac now. Activating final countdown. When it reaches zero, the engines will detonate. The explosion will generate a temperature of almost 100 million degrees. Don't leave it. Oké, most már csak el kell menni erről a hajóról. Amúgy nem is tudtam, hogy az egyik elitnek, ugye, aki ott volt a liften, van egy lore-ja, mivel a lore-ja az, hogy egész, az egész Halo sorozat alatt vadászta Master Chief-et, és sokszor nem sikerül neki a vadászat. És a lore-ban is úgy ér véget, hogy itt pont az, a liftnél ugye Master Chief megöli. Valahogy így van a lore-ban is, de nem is tudtam, hogy az egyik elitnek, ugye, amelyik ott a liften jön le, van egy saját lore-ja, úgymond. Én azt hittem, hogy csak két random elit, de valójában nem. Fenébe. Hát szegény Echo 419-et lelőtték és meghalt. Amúgy az ő lore-ja is itt ér véget, mert ugye mindig Echo 419 Foehammer volt az, aki transportolt minket. És sajnos az ő lore-ja is itt ér véget. Amúgy egy pillanat, srácok. Oké, srácok, folytassuk. Oké, még van 2 perc nagyjából, és mindössze 1 kilométerre kell eljutni. Ahogy elnézem, amúgy a Covenant egységek is menekülnek, mivel szerintem észrevették ők is, hogy fel fog robbanni ez az egész. Oké, ugrasztanunk kell. Oké, ez jó volt.
Ott fent van egy elit. Oh. A fenébe. Az majdnem elkapott. Megfogta a seggét az elitnek. Did anyone else make it? Scanning. Just dust and echoes. We're all that's left. We did what we had to do. For Earth. An entire Covenant armada obliterated and the Flood. We had no choice. Halo. It's finished. No. I think we're just getting started. Nagyon várom, hogy meglegyen a Halo 2. Meg ugye Halo 3, és a Halo 4 az lesz talán a legjobb. És ha minden igaz, akkor ennyi lett volna. A Halo Combat Evolved Anniversary. És ugye most már csak várni kell, még megjelenik a Halo 2 Anniversary. Utána Halo 3, Halo 3 ODST, Halo 4. És van egy olyan cross game playlist. Ez fogalmam nincs, hogy mit jelenthet. De okay, majd meglátjuk. Na de akkor kb. Ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett a Halo Combat Evolved Anniversary végigjátszásom, sziasztok!